Where are you from? From she's from Hungarian. I'm from the Philippines, but we are living in Switzerland. Hungarian? Yeah. Yes. Hungry. Hát itt vagyunk a Souk nevezetű piac előtt, és itt már kezdődik az őrület, konkrétan mindenhol ember van, és 12 bejárata van ennek a Souk piacnak, egy hatalmas, valami 2000 valahány kis boltról van szó. Nézzük meg belülről milyen. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I know just what you are. Seems like you're type to be on the floor. You're looking for a kind of queen, the baddest one you've ever seen. You're shining bright as crystal, moving like a twister. Ooh. Na? Was war das? 150, oder? Ja, 150 €. 150 €. Das ist 50 €. Na jó, nem telt el 5 perc, és már egy cipővel gazdagabbak vagyunk. Innen nem lehet úgy elmenni, hogy ne vennénk semmit. Itt csak pénzt lehet költeni, tényleg. And here, this is Lacoste t-shirt. I'm swaying to the hits, boy, loving every disco. Na jó, itt tényleg minden megtalálható. Most éppen beütünk egy emberkéhez, tehát inni. Németül beszél, és szerintem nagyon tetszik neki, hogy velem tud németül. Hello in Hungarian. Szia! 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 Arabisch is Salamu alaikum, Berber speaking, és sagen wir uns tanmirt. Tanmirt? Tanmirt, ja. Lassan teházni fogunk itt a piacon. In Berber language. Dankeschön. Danke. Hier gibt es 35 Gemüsegewürze in Ras al-Hanout. Es kommt von schlechten Kochen, Frauen nicht gut kochen können. Auch wenn ich einmal keine Frau gehabt, so wie mich ledig. Ja, normal gibt es Bauchkäse mit Tomaten, aber sehr süß. Mit Tomaten? Ja, so wie du. Mhm. Sehr süß. Wie eine Süßigkeit. Was die neue Heiraten benutzen können. Das ist eine Viagra, ein Potenzmittel. Das ist Jiggy. Was ist das? Das gibt es Safran, Kardamom, Ginseng und etwas, ja. Das ist ein Löffel mit heißem Wasser, heißem Milch. 20 Minuten, wie viel später beginnen. Jiggy. Du schläfst und du kommst auf, so wie das sein. Kehren Sie ungefähr 7 Gold am Nacht. Nicht schlafen gehen, nicht müde sein. Ez tényleg vicces volt. Hát itt is azért vettünk valamit. Tök jó, ittunk ezt a teát, és belerakott egy ilyen eukaliptuszos kis bigyót, amit vettünk is végül. Borzalmasan jön, főleg ha meg van fázva az ember, úgyhogy ha itt jártok esetleg, akkor ezt keressétek meg, és keressétek meg Hamzát is, akivel mi találkoztunk, igen. Bocsánat, hogy így belőle világít, de hát ez van. Na mindegy, keressétek Hamzát! Vissza is érkeztük a hotelbe, és már rendeltünk is egy koktélt. És hát, hogy milyen volt a szuk market, azt hiszem. Wow, elképesztő. Mennyien vannak ott, hihetetlenül mennyiség. Kicsit már igazából, hogy őszinte leig pánikoltam, hogy úristen, valamit beletettek abba a teába, vagy nem. Mert az utolsó kis korcsintásnál észrevettem, hogy ő nem is ivott semmit, de aztán nem. Semmi bajom nincsen. És semmi nem. A vécére se kell sürgősen mennünk. Minden esetre senki se hagyja ki, hogyha itt jár Agadirba egy ilyen piacot igazából. Egy picit drága, mint így általában Marokkó, de mindenképpen meg kell látogatni. Úgyhogy találkozunk a következő videómban, addig is puszi mindenkinek! Ezt el is felejtettem mondani, hogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, bármit is, hogyha van valami kérdésetek, és ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornámra!